Sziasztok! A mai videómban Rosie Huntington csábító kifutós minkét fogom nektek bemutatni. Ez egy barnás, lilás, cicás jellegű füstös szem. Első lépésben a karikáimat tüntetem el, illetve homogénné teszem az arc bőrömet egy alapozóval. Majd az alapozót alapozó eset segítségével felviszem. Szememre egy rózsaszínes színt fogok használni, rózsaszínes lilás színt fogok használni alapnak, és ezt egy puha ecsettel viszem fel a szemhéjamra. Csak a mozgó szemhéjra használom ezt a színt. Ugyanezt a másik szemünkön is. Ez a barnás rózsaszín szín lesz az alapunk, és megmutatom a másikat mellette, ami egy padlizsán lilás árnyalat, hogy ez lesz a sötétebb színünk. És ezt a sötétebb padlizsán lilát a szempillem tövébe használom. Illetve a mély tővonalban. Nem végighúzom be, csak nagyjából a kétharmadáig. És egy puha ecsettel ezt kifelé, felfelé satírozom. Ettől lesz cicás. Tehát a mélyítővonalba használom, illetve a szempillem tövébe. És ezt egy puha ecsettel elsatírozom kifelé, felfelé. Sötétebb szint az alsó szempillem vonalán is használom. És a másik szememben ugyanez, tehát a mélyítővonal. Tővonalban használom, illetve a szempillem tövénél. És egy puha ecsettel elsatírozom kifelé. És a szempillem alsó vonal. Ha esetleg lehullott volna a szemhéjfestéketek, akkor az alapozó ecsetetekkel ezt könnyen eltávolíthatjátok. Úgyhogy nem maszatoljátok össze a alapozást. Hogy adjunk egy kis mélységet ennek a sminknek, egy fekete szemceruzával hangsúlyozom a szempillem tövét. És itt is egy picit kijebb megyek. Hogy cicás legyen a sminkünk. Ezt egy picit elsatírozzuk tiszta főpiszkálóval. Szempillaspirállal tesszük igazán látványossá a sminket. Egy pici púdert teszek az arcomra, hogy ne csillogjon. Illetve egy halvány rózsaszín arcpirt fogok az orcámra tenni. Csak így egészen keveset, hiszen a szemünk már hangsúlyos. És végül egy halvány rózsaszín szájfényt fogok
az ajkamra használni. És elkészült Rosie Huntington csábító kifutós sminkje.